Ja. Jó, akkor csináljuk le egy gold difficulty. Lehet unokolódik ez akkor is, amikor ki van éve simán a játék. Nem! Gyerünk, játsszuk ki, akkor már utolsót nem hagyjuk itt. Viszont a támadásai maradnak, tehát attól függetlenül, csak max a sebzés lesz kevesebb. Ridelhetők a támadásai amúgy. Abban a V-ben nem lehetünk lent, mert úgy sokkolja a talajt, csak fent lehetünk. Aztán azt a kagyát kell átugrani, plusz arra kell figyelni, hogy ne legyünk a talajon, amikor robban az. Hú, Veroni, szerintem egy két hét múlva, leghamarabb. De két héten belül, inkább úgy mondom. Az a tutira. Arra külön, nem tudom. Arra külön hívok valami orvost, ami újjai lesz majd. Teoretikusan ez a játék után jobban kéne osozni, de hát ez a két játék teljesen más. Pá, pá, pá! Elnézze, ki tudja fogni azokat a játékokat, amiket nem szeretek. Ja. Meg amivel nem vagyok jó. Lehet meg szeretném, hogyha jól lennék benne, mert amúgy a ritmusos játékokat szeretem. Olyan, mint ez a game, csak nem fightolsz. Aha. Igen. Egy különböző helyekre kell kattintani. Ez bemelegítő Osu előtt. Meg Osuba is én választom ki a zenét, hogy milyen legyen, szóval... Kúra sok jó zene van, persze. Lehetek metal zenék, meg anime zenék. Hát meglássuk még milyennek, amiket jó ütemre. Kiviszem a tutoriás, vagy lesznek a labzenék is, meg custom-ök is. Vagy 10 óránál tutoriál. Nincs megszabva, hogy milyen difficult, csak 10 óráig játszok Osu-t. Jó, 10 óráig nem fogunk tutorialozni. Jó, ez most könnyen eljutunk a bosszig valószínűleg. Ja. Ja. Pam, 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 pam. Ó, oh, hátulról. Szia, pajzsos. Volt még egy hátul, nem? Ah, ebbe képzeltem. Jönni meg írjak, tele van metal rock zenéke. Oké, okay, persze, mindenki. 9 hónapja játszottál, Osu-t? Hát nekem meg a overall game time-om talán egy óra lehet Osuba. Legtöbbet a haveromnál osusztam. Kedvenc játéka volt. Hát haverom, na. Flörtölgettünk. Mondom, jó van, ha már neki kedvenc játéka, akkor meg kell ügyes lenni benne. De aztán amiket, amilyen difficulty-nél nyomta, nem tudtam reprodukálni azt. Azt csak beígtem. Hú, ez most rossz kezdés. Bam, 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 bam. Szóval aki a top 500-ba bejutott, te Veroni? Azta. Vá, szép, gratulálok. Az nem semmi. Jani mellett megtanulhattál. Oh. Nagyon éli. Azt tudjuk, hogy hányan játszották Szlovákián? Vagy 1K? Az is szép. 19 óra 19 perc van a játékban neked. Na. No. Megkapizsgálod a dolgokat. Lábát el tudjuk találni amúgy? Talán azt még nem. Bam, 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 bam.
még egy. Jön a kis tesod is, ugye? Nem, most csak egyedül van. Vagy valahol itt lehet. Jó, meg is halt. Az a jó, amikor még üteme is halnak meg. Sokat játszod, de tudom, hogy eléggé felment a raklistán. Még a 7 csillagos fanpok is mentek, az szép. Uff, nekem azok... Nem tudom, nekem talán... Játszra most 3x, 3 csillag, ami még úgy menne. Talán. De majd meglássuk. Nem tudom, irrealisztikusan talán 3, ami még menne. Oké, mielőtt abban nem veszünk fel healt. Nagyon nem szükséges. Habár, de vegyünk fel. Vegyünk fel, attól függetlenül, hogy könnyebb most a difficulty. Nem kockáztatunk feleslegesen. Valami még biztos van. Ah, itt van. Gyerünk. AIM labon voltam a top 10k-ban overall. Azt ne hiszem amúgy, Kevin, rólad. Nagyon jó vagy benne. Az szép. Elhet nehézség 1,57-nek beepnet pekni? Azt én vágom. Na, most húzz el Veroni akkor. Na, most így beszéltem vele. Róla. Bele? Beszéltél róla? Nyomjon. Oké. Pam, pam, pam. Fényesíted majd a skilljeidet. Elfejtettem tappolni. Hát fél fényesíted egy pár olyat belősz, aztán újra jó leszel benne. Skill azért nem veszik el, csak elhalványul maximum. Szerintem a skill az megmarad. Attól függően, hogy mennyi időt hagyunk ki egy játékból, annál tovább tart majd ugye visszaszerezni ugyanazt a skill, de szerintem vissza lehet. Ó, ezt nem kellett volna szétlőni. Hova tűnt? Skin nem vészel, csak átalakul. Átalakul rosszabbá. Igen. Sziasztok, ide bebújták kő mögött. Mögé. Ez az. Hogy táncol, ugye? Így ugrált. Így ugrált, hogy lőttük. Így volt, hogy menjek el, Osu tournamentre és lepújtani, anya meg jól időzítették és lusta voltam.
Valami program gondolom közbe jött, no. Szomorú. És egyben kár is. Most meg lesz szerintem is. Mit már attól függően az ugyanúgy nehezen, ugyanúgy támad a boss. De hát legalább van egy kis tapasztalat, hogy hogy támad, ja. Megpróbálom majd rá spadon én is. Persze engére is lehet. A legtöbben nem az a nyomja. Most ez a benti map sötét részén, ugye? Talán. Ezután. Forward. Igen. Jaja. Ezek után. Amúgy headshotnál még hátra is dől egy kicsit. Ez is ilyen... Ott jobb oldalt megjelent valami ikon. Eddig nem láttam ezt a ikont. Fiatra megjelent, nem tudom mi az. Lehet valami damage boost, vagy valamit ad. Akkor elkezdtem játszani, akkor meg az... Még az volt. Profilodnál az oldalon régen ki is tudtad rakni, hogy mivel játszol. Az Osu profilodon? Ha. Hú, ujjan basszus. Aha. Fel tudjuk menni. Én a Tinder profilra szoktam kiírni, hogy mivel játszom. Viccelek. Ott kell flexelni nagy hangokkal. Ha valaki scrollozná, aki nem gamer, akkor azt tényleg furcsán nézne. Hey, arcomba kapott! Hey. Szia, Fulisi! Szia! Mizus, hogy vagy? Megnézték a profilod, akkor ikonnal mutatta? Rendesen írta is a nevét, hogy kinézte a profilodat. Ugye TikTokban is már egy ideje csináltak egy ilyen change-t. Azt idig meglepődök, hogy... Amikor ránéztem, hogy kik nézik a profilomat? Ennyi. Tehát miért nézed a profilomat? Green Wolf! Szia! Köszönöm szépen a követésedet. Hello. Random tudnak spectate-elni? A rendesen élő game-edet? Az jó, érdekes. Nem is tudtam, hogy ennyire ki volt ez egy dolgozva. Wow. Ez is Steam-en Osu. Nem szeretem külön oldalakat, mindig óvatos vagyok. De az Osu az külön... Ja, külön oldalra töltöd le. Hát kell, hogy nincs fent amúgy a... Saját exéje van, weboldala minden. Viszont ezáltal, hogy saját weboldala van, lehet, hogy az integráció is jobb. Nem kell a Steam szervereit használni. Habár attól függetlenül, hogy a Steam-en van a játék, nem kell a Steam szervereit használni. De biztos megvan a oka. Hú, a ujjam. Érdekes lehet az a Tinder? Nincsen már Tinder fiókom, nyugi. Meg amúgy sem írtam ki ilyet, csak poénkodtam. Már letöröltem.
Húspiac? Aha. Tavasszal voltunk Diák Olimpián, és ugye kis labda dobása... ütemem. Ugye a kis labda dobásban jó volna, de oda nem vittek. 7000 watt óra... megint rossz ütlen. Igen, amit utálok, de így is harmadikak lettünk. Na, hát ez szép akkor, az is szép teljesítmény. A bronz érme. Ahogy Yugi mondta, a bronz érme. Az is lehet nyakadba hordani, ugye hol lehet még a érmét hordani, Yugi a... fejpántként lehet hordani, meg azt mondod, hogy a napfényben szépen tükröződik, bár az arany az jobban tükröződik a napfényben. Négyekes lehetett. Ó, tényleg. Tudjátok, hogy fogjuk kivinni a boss-t? Úgyhogy látok is valamit. Hol Egér? Hol Egér? Hol Egér? Itt a kezembe. Hol a... hol van a... szemüvegem. Szemüveg. Hol van? Megvan. Oké. Okay. Mehetünk. Oké, okay, Fandi. Köszönöm, Kevin! Esőben annyi ajánlat van, hogy durva gyirkítós zenékhez kell új technika, mert smelled a két billetjük körülbelül 100-szor. Remélem a ujjaim majd ráállnak. Jézusom, milyen éles lett a játék? Jézusom! Most már ez a zavar, hogy mindenén éles. Azta. Kézzel az a Diák Olimpia volt, ami Budapesten elsők lettünk. Uha! Kézilabdát én is szerettem. Bár nem olyan komoly szinten. Általában én voltam a szerváló meg többször. Jó vagyok a ugrásban. Jó, nagyokat tudok ugrani. Még nem tudom mennyi a jumpom, ugrásom. Tudjátok, van ez a... át kell ugrani ezt a lécet, ugye, helyből. És így, nekünk úgy volt, így, nekifutásból, ugye, balra kellett ugrani nagyot. Tehát balra volt elhelyezve a léc. És ezt tudom, hogy a legjobb voltam a osztályban, de nem emlékszem már a számra, basszus. És a osztályunk tele volt fiúval, ha ez számít, hogy nagyobbat ugranak talán. Már nagyon is számított, mert a... hát túlsúlyosak voltak inkább a lányok a osztályunkban. És... annyira nem ment nekik ez a ugrás. Nekem viszont annál jobban. A magasság meg a hosszú lábaim hozzátesznek viszont. De nem emlékszem már sajnos a számra. Nagyon rég volt. De még a tanár is nézett azért. Jaj, kever, basszus, tényleg keverem a röplabdát a kézivel, igen, basszus, tényleg. Most itt tudom, mi a különbség, összekevertem, ja. Köszi, szóltál. Jesus. Megvan, jó. Ult. 6 éve kézizel, az igen. Az szép.
Megittem a kiütős, nem tudom azt, hogy hívják. Mindig a kiütős. Kidobós, ja. Mindig utolsó voltam bent, és nem bírtak sose kiütni. Jó a dodge skilled. Az egy olyan agresszív sport. Jó, attól függ, milyen labdám van persze, de... Nem tudom, aki kitalálta, az biztos ilyen szadamozó volt, vagy nem tudom, ilyen... Szerette a fájdalmat. Jó, nem volt fájdalmas, hogy játszanak labdával. Hát csak amikor nem volt bent a tanár, akkor mi játszottuk kosárlabdával is. Hogy nem öl meg azért, de na, megérzed. Mert nem ekötnek ott azzal játszani. Most dodzsoljam, vagy arcomat védjem? Melyik? Mind a kettő. Kiütős, itt se... Én már hallottam. Már hallottam, hogy így mondják, ja. Mondjuk nem mindegy az évem. Kiütsz valakit, leütsz valakit, ja. Vagy kidobsz valakit. Van rendes verseny a kidobósból? Azt a... Ez érdekes lehet. Oké, végre pihenni egy picit. Hát igen, kiütni az kicsit mást is jelent. Itt kiütlek téged, vagy kiütnek engem, ja. Olyan magas enemit kaptunk. Nem tudtuk átdobni a labdát. Enemit. Nálok mindig ment a versengés mindenben, hogy ki a leggyorsabb, ki a legerősebb, stb. Nem rossz ez a versengés, mert egyben motivál arra is, hogy jobb legyél. Csak a felvágós embereket nem szeretem. Attól még, hogy valamikor, vagyis attól még, hogy annó, mit tudom, legjobb voltam angolba, vagy legjobb voltam ugrásba, vagy 100 méteres futás nem voltam leggyorsabb, nem hencegtem vele egyáltalán. Most minek? Osztálytársának nem hencegtem vele. Maximum mondtam a anyámnak, apámnak, hogy tényleg jobb voltam ebbe és ebbe, és mondták, hogy tök jó. Ennyi. Meg úszás volt még a másik. Én jártam külön úszásra. A 4 évet. De osztálytársaimnak, tanároknak sose hencegtem ilyennel. Ha másik motivációm nincs, akkor az a baj. Közbaj, hát... Nem baj, csak visszaszerzed majd valahogy a motivációdat. Van, ahol ilyen trambulinos pálya van, és ugrálnak rajta, és úgy kidobó verseny. Az érdekes lehet, a kettőt kombinálni. Igen, genetika függő, túlsúlyos, ez nem lesz leggyorsabb is, bizony. Igen. Aki legjobb egyből is többi elkezdi, hogy hú, nagyon menő, rossz értelemben. Ja, az miatt szívesek, mert legjobb. Úgy érted? Mert ilyen flagmán mondják, hogy hú, nagyon menő. Istenem. Azokat embereket nem szeretem. Vagy féltékenyek csak, vagy nincs jobb dolguk, mint ezt így szivatni a másikat. Na! Round 2! Goat difficulty. Na gyere, te csontváz. Hát azt másod beiratni, ja. Gyors futásra, az nem a legjobb kombináció az a kettő együtt. Na gyere, dá. Itt az eleje lesz amúgy nehéz. Ezt nem tudom rídelni. Oké, kalda csap. Ja, itt az elején engem nagyon megszivat ez a rész. Egyszerre oldalra kell mennünk és jumpolni, oké, itt. Most kapja. Mert a ult.
Ez az. Phase 2. Már most kéne felmenni? Szerintem igen. Na gyere. Aha. Yep. Na gyere. Ottól előzőleg. Folytassuk. Oké. Két gyengepontja is van, három is. Nem ott vagyok. Lőjük szét. Milyen lassan csap. Jó, ez ridehető ez a csapás. Igen, ezekkel kell vigyázni. Amikor ugye lelövi ezt a szart, akkor még EOI-ba sebez, és az nagyon leviszi a HP-t. Nem a csapástól kell félni, hanem ettől ugrani. Uff. Jó. Most be tudunk vinni szép damage-t. Kicsit rosszkor nyomtam el a ultot talán. Most mi lesz? Phase 3. Jönnek a segédjei! Oké! Okay. Ezek a régiek! És mind a hármat le kell szednünk! Ja? Jó közel van. Ez az. Újra van ultunk. Várjuk meg, amikor sebezhető. Oszlopot kitépni, hogy mit, miért fogod oszlopot? Ó! Oh! Tüzet okát. Jó, nyomjuk el, hát hogy tudja hova kell lőni, oda. A fogát. Vagy a szemét. Lassúba ütem most, lassúba ütem. Tű. Oké, most mit csinálsz? Fentről fog jönni, vagy honnan? Körbe kerítette magát. Oh. Már hiányoztatok. Gondolkoztam is, hogy mi lenne, hogyha a boss fightnál nem adná őket. Kék. Ja, nem azt kell ölni! Összevart! Bam, bam! Jó, pajzsossal majd végén foglalkozunk. Na gyere! Ez az! Jöhet a következő wave! Jöhet! Gyere! Gyere! Szerintem távol kell lennünk, ha ezt csinálja. Jön felénk! Jön felénk, Jesus! Mit csináljak? Nem tudok átmenni rajta. Jó, harcoljunk, nincs más. Gyerünk! Ult a végére, gyerünk még. Megvan. GG's! Let's go! Die! Feküdj ki! Yes!
Még a zene is. Pam. Bam 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 bam. Első. Ennyi, ennyit kell mondani. Easy. Jöttem... mi? A mennyben van a hangunk többi részi? Lehet, hogy még lesz egy secret mission. Az összes emesztett hangunk nem nála van, hanem itt. Mennyben. Hogy mondjam el, ki voltam? A védelmeződ. Oh. Elrejtsük. A szembeszálltak a fényellen. Ugye őt el lett átkozva, mint judgeként. Elvitte a hangunkat, hogy legyőzzem őket. És aztán felmegyünk a mennybe? De idővel elfelejtettünk mindent. Szóval menjünk a mennyországba? Lehet. Pokolba vesztettük a zenénket. Ó. Oh. Spazeliuszt abban reménykedett, hogy ugye, ha majd most vagyunk a Helsingret, abban reménykedett, hogy legerősebbek leszünk, akkor megtaláljuk őt. Most visszatért a hangunk. Szétromboljuk ezt a barriert, ezt a gátat, a pokol és a... Menjünk a ez milyen jó szöveg volt! Ez milyen szöveg volt! Ne, amikor elmész a mennyországba, ne felejts el pokolt adni nekik. Nekik. But there's a reason you don't outright mess with the all. Because when you do, things get strange. Ha gyere mennyország, akkor én kész vagyok rá, hogyha jössz. Menjünk a mennyországba. Bottom line, I wouldn't worry too much about the unknown. She's tougher than any of us, and her soul ain't over. Látod, most erősebbek is vagyunk, hogy visszaszeretik a hangunkat. Lord help heaven when she gets there. Gyakori emlünk egy sulikba ez, hogy pikkelnek gyereket, akit ugye jobban kedvelnek, meg ilyesmi, aztán jegyek is ez szerint. Ja, vége! Ó, lehet, hogy lesz majd második része, azért mondta a játék, hogy megyünk majd a mennyországba. Ja. Oké. Szerintem lesz majd. Ez jó hír. Én úgy értelmeztem. Brutális volt, nagyon jó volt. Úgy leizzadtam magamat egy játéknál se. Ó, oh, történet? Igen. But the stars are still out there. Things went sideways when the judge died. Igen, de realms just clean fell apart. Devils rushed out of the hells into the prime. Took up residence in places they didn't. Remnant 2, az milyen játék? Ó, rendes élet. Modern világban vagyunk. Anyway, we got split up, unknown to me. I'm not sure where she is now. Not in heaven, that's for sure. No, when you're seven. It's okay though. As unknown. I played the waiting game before in worse places than this. Ez milyen játék az a Remnant? Nem adottam róla még. Party! Iszunk! Lerészegedünk a sok arc után. Igen. Hiányzik a barátunk, részegedünk. Ezek vagyunk mi? Szerintem igen. Hmm.
could be never. Lehet, hogy soha, you know, de lehet, hogy még találkozunk. Could be a lot sooner than never, too. Lehet, hogy hamarabb, mint soha. Meglássuk. Y'all stay safe now. Hogy elbúcsúzott tőlünk, milyen érdekes volt. Ez tök jó volt így a végére. Magyarországon a 722-dik vagy? Ez szép. Van erre valami oldal? Erre elstadsz, hogy valamelyik kiírja ezt az adatot is? Origém is vannak benne boss fightok? Jó hangzik így. Archdevil! Igen, ez a legnehezebb difficulty. Resetelődik az átjárónk a poklok között, az hogy éri? Hogy érti? Ugye szét kell, vagy csak hogy sorba kell mennünk? Az originális sorrendbe kell a bosszokat megölni. Nehezebbek lesznek a mindenlőzők. Enemies are stronger than beatmaking is vital. Sokkal fontosabb, hogy a beatre üssünk. Wow, sokkal fontosabb lesz. A versus of perfect combos could be what tips the scales in your favor, szóval annyira lesz fontos, hogy azon múlhat, hogy lehozzuk, vagy nem. Full HD neked, ezt to leave them mark. Oké, okay, Archdevil. Amikor meglátogathassuk majd még a játékot, aztán megpróbálsuk. Végül is.